Sziasztok, Móra rajongók! Halljátok a szelet? És látjátok? Már a szelet nem lehet látni, de nagyon-nagyon erős. Felemeli a papírsárkányokat, és akár engem is fel tudna emelni. Azt mondjátok, hogy ez lehetetlen? És mi lenne, hogyha papírból lennék? Azt mondjátok, tudom, most, hogy papírból készült emberek nincsenek. Hát, el kell, hogy mondjam, tévedtek. A mai mesében Olga a papírlány történetét nézhetitek meg egy különleges papírszínház előadásban. Hogy léteznek-e papírlányok a valóságban, vagy hogy létezik-e több papírlány is, meg tudjátok a történetből. Tartsatok velünk, jó szórakozást! Sziasztok! egy hideg téli napon a hófötte Montetabá faluban született egy papírlány. Olga karcsú volt, mint a nátszál. Jóformán nesztelenül létezett. Csak valami könnyű susogást keltett, mint amikor a szél tovább lapozza a könyvet. Amint elkezdett járni, megtanulta, hogy jobb távolságot tartani, például az éles szerszámoktól, a víztől, a széltől és mindenek előtt a tűztől. 11 év elmúltával egy este a papírlány elárulta édesanyjának, hogy szeretné felkeresni Auzólia varázslónőt, aki őt a többiekhez hasonló húsvéremberré változtathatná. De te normális vagy próbálta meggyőzni az anyja. Nem anya válaszolt ő én más vagyok, mint a többiek, és nem szeretnék így maradni. Olga összecsomagolta a legszükségesebbeket. Néhány olyan tárgyat, ami az otthonára emlékezteti, valamint arra, hogy kicsoda ő és honnan származik. Elköszönt édesanyjától, majd elindult az erdő felé. Amikor elérte az erdőt, óvatosan körülnézett, mint mindig, amikor idegen helyen járt, majd megbújt egy öreg bükfa tövében. Leszállt az éj, és hirtelen furcsa hangot hallott: Valaki közeledett. Ilyetten egy fa mögé bújt, de amikor megpillantotta, hogy a titokzatos lény nem más, mint egy borz, félelme csodálkozással szelidült. Egy beszélő borz? Végig beszélgették az éjszakát. A borz elmesélte, hogy ő a beszéd adottságával született, szeret tanulni és énekelni. És valóban nagyon műveltnek tűnt. És neked milyen adottságaid vannak? kérdezte a lánytól. Olga ezen sosem gondolkodott. Kis tűnődés után rávágta. Semmilyen. De ekkora nap felbukkant, és Olgának folytatnia kellett az útját elköszönt új barátjától, és tovább indult. Olga órák óta bandukolt, és már abban sem volt biztos, hogy jó irányba megye, amikor döbbenten vette észre, hogy egy óriási tüskés bozót állja útját. Megpróbálta átküzdeni magát rajta, de amint közelebb lépett, egy hatalmas tüske kiukasztotta a ruháját és a táskáját is. Olga egész nap felalájárkált, és próbálta megkerülni a tüskeerdőt, erdőt, míg nem egyszer csak megbotlott egy roppant furcsa dologban. Horgony az erdőben, kiáltott fel, ki idele. A horgony egy kötélhez volt erősítve, aminek másik fele a lombokon túrra nyúlt. A kötélen egy fiú ereszkedett alá, és magával vitte Olgát a magasba. A lomkorona fölé érve elált Olga lélegzete. Egy óriási, levegővel teli gömb lebegett az égen. A méló nevű fekete fiú nyugat felé tartott, akár csak ő, így megkérte, hogy vigye magával. Eloldozták a köteleket, és a hőlégballon emelkedni kezdett. A táj tova tűnt, az erdő gyorsan távolodott tőlük, és ismeretlen vidék felett haladtak el. Ez a csodálatos hőlékballon Mélóé volt, bejárta vele a világot, hogy hazajuttassa azokat a tárgyakat, amiket a szél kitépett az emberek kezéből. Ernyőket, sálakat, szerelmes leveleket, vagy lefújt a teregető zsinórról, ingeket, zsebkendőket és rengeteg kalapot. Olga elmesélte Mélónak utazása okát. Amikor hazatérek, már egy normális gyerek leszek. Mi az, hogy normális? Ugyanolyan leszek, mint a többiek, válaszolta Olga. Közelről nézve, mindannyian különbözők vagyunk, mondta Méló. Távolról vagyunk, csak mind formák. ezért maradok inkább a levegőben. Több napig utaztak a hő majd Olga megkérte Mélót, hogy engedje vissza a földre. De itt nincs semmi, csak jég, ameddig a szemellát mondta Méló. Éppen ezért akarok itt kiszállni. Nem tévedek majd el az utak és az emberek kuszaságában. A gömb leszállt a jeges földre, és a két barát búcsút intett egymásnak. Mindent köszönök, nem foglak elfelejteni, mosolygott Olga. Olga a jégföldön sem volt egyedül. Ott volt Ik, aki a csónakjával utazgatott, hogy beszerezze mindazt, amit a jégföldön nem talál. Egyik nap egy elefántot hozott, másik nap egy világító tornyot és egy díszes tront a nagymamájának. Aznap Ik egy fát hozott. A fák nem élnek meg a jégen, magyarázta neki Olga. Így visszatette a fát a csónakba, és visszavitte oda, ahonnan elhozta. Olga őt is megkérte, hogy vigye magával. A tengeren fennáll annak a veszélye, hogy elázom, jelezte a lány. Akkor mász fel a fa tetejére, de nem mozogj, mert akkor a hajó billegni fog, válaszolta Ik. Sok átvirasztott éjszakával később Olga és Ik egy nagyváros kikötőjébe érkezett. Viszlát, köszönt el Ik, aki nem volt a szavak embere. Viszlát, válaszolta Olga, és már is egyedül érezte magát. Olga eltévedt, és fogalma nem volt, merre találja a varázslónőt. Különös művésztársaságba keveredett, és hamarosan ő is fellépett velük. Ő lett a rendhagyó műsoruk sztárja. Az addakezett fivérek elcserélt fejekkel és kezekkel zsonglőrködtek. A szépséges kötéltáncos íme a horizont vonalán lépkedett. Őket követte Olga közös produkciója egy medvével, aki papírból szabott ki ruhákat a papírlány számára. De sajnos a cirkusz folytatta a turnét, és elutaztak azzal az ígérettel, hogy egy nap visszatérnek Olgához, aki a saját útját folytatta. A következő napokban Olga felfedezte, hogy a varázslónő a Nagy-szigeten él, de pillanatnyilag nem tartózkodik otthon. Azt mondták neki, hogy csak akkor találja meg, ha egy fekete sirály köröz a sziget felett. A papírlány várakozás közben csodás papírsárkányokat készített füzetének maradék lapjaiból, melyek kalandos útja során is épségben maradtak. A sárkányok hatalmas sikert arattak. Mindenki szeretett volna kapni egyet. Egy úr érkezett és vásárolt egyet a lányának. Egy hölgy két gyerekkel az összeset megvette, és megdicsérte a papírlányt az ügyességéért. Majd egy fenséges fekete sirály jelent meg a nagy sziget felett. A varázslónő hazatért. A varázslónő éppen olyan volt, ami ennek Olga képzelte. Mosolygott, és azt kérte Olgától, hogy mesélje el a történetét. Azt mondta a lánynak, hogy teljesíti a kívánságát, amennyiben kiáll három próbát. Elsőként egy könnyű kérdésre kell választ adnia. Miben vagy tehetséges? Olgának tátva maradt a szája. Már megint ez a kérdés. Végül így felelt. Nem tudom, miben vagyok tehetséges, de a barátaim szerint bátor, erős, kedves, jól nevelt és rokonszembes vagyok. A varázslónő azt mondta, ez mind rendben van, de ez még nem válasz a kérdésére. Készíts nekem most azonnal egy olyan sirály alakú papírsárkányt, amilyet az égen láttam repülni. Olga elővette a táskájából az utolsó lapot, a legutolsót. Elkezdte hajtogatni, és addig hajtogatta, amíg egy csodás sirály nem lett belőle. A varázslónőt lenyűgözte. Nem ismert senkit, aki ilyen szép papírsárkányt tudott volna készíteni. Ez tényleg ritka adottság. A titok a papírban rejlik, vallotta be Olga, és ezzel teljesítette az első próbát. Következett hát a második feladat. El kellett vinnie a varázslónőhöz egy másik papírlányt, aki pont olyan, mint ő. Nem ismerek senkit, aki olyan volna, mint én, felelt Olga. Ajjaj, akkor teljesen egyedi vagy az egész világon, mondta a varázslónő. Olga mindig is azt érezte, hogy más, elhibázott, alkalmatlan, de hogy egyedi. Egyedi, de jó, ennek megörült, még ha a második próbán kudarcot vallott is. Minden esetre a harmadik feladat előtt állt. Ez nagyon nehéz volt. Nekem kell adnod az emlékeidet, és mindazt, ami téged jellemez. Olga megfogta a táskáját, készen állt rá, hogy átadja azt a varázslónőnek. Közben az utazásra, a veszélyekre, a találkozásokra és a próbákra gondolt. És abban a pillanatban olyan világos volt számára, mint még sosem, hogy mit is szeretne. Kedves varázslónő, remélem nem haragszik meg, de jól átgondoltam, és köszönöm, szeretnék inkább ilyen maradni. Így végül Olga megértette, mennyi mindenre volt képes ő papírlányként. De soha nem érte volna el mindezt egyedül. Hálás volt a barátainak, akikkel útközben találkozott. Tászónak, aki segített végig gondolnia az adottságok fontosságát. Mélónak, aki megértette vele, hogy nincs olyan, hogy normális, és persze a cirkusz művészeinek, főként medvének, aki bebizonyította neki, hogy mindenkinek lehet rejtett tehetsége. Édesanyjára gondolt, aki mindig így szerette őt, ahogy volt. Auzólia varázslónőre, aki megértette vele, hogy minden ember egyedül álló a világon, és éppen ettől értékes. Így Olga felfedezte, hogy ő több, mint papír. Egyúttal szeretet, barátság, emlékek és remény is.